Félmillió forintos nyomravezetői díjat tűztek ki a rendőrök, hogy megtalálják a veszprémi IBUSZ iroda támadóját. Tavaly októberben egy férfi pisztollyal hadonászva kényszerítette a belvárosi iroda dolgozóit arra, hogy adják neki oda a bevételt. Olyan gyorsan és észrevétlenül rabolt, hogy a szemben lévő fagyjárus is csak akkor vette észre az esetet, amikor már megjöttek a rendőrök. Ezeket a felvételeket most adták közre a nyomozók azt követően, hogy a technikusok feljavították. Abban bíznak, hogy a jobb minőségű képek segítenek a rabló kézre kerítésében. Több mint fél évvel a rablás után nyomravezetői díjat is kitűztek. 500.000 forintos nyomravezetői tűztünk ki annak érdekében, hogy ezt az elkövetőt mindenképpen sikerüljön felderíteni, és ehhez kérik a lakosság segítségét. Hangsúlyoznám, hogy csak annak tudjuk kifizetni ezt a nyomravezetői díjat, aki olyan konkrét adatokat szolgáltat a rendőrhatóság számára, amivel az elkövető egyértelműen az elkövető elkövetésben is szerepe is bizonyítható. A rablás még tavaly történt, nem kis riadalmat okozva a Veszprém belvárosában. Igaz az egészet, csak akkor vették észre az arra járók, amikor sorra érkeztek a rendőrautók. A rendőrök, hát ez egy jó kérdés, szerintem olyan egy között jöttek, és hát utána mondták, hogy betörtek hozzájuk, és hogy keresik a rablót. A támadónak azóta sem sikerült a nyomára bukkanni, de a nyomozók azt mondják, hogy nem adják fel. Már csak azért sem, mert a közelmúltban fogták el egy 2007-es rablás gyanúsítottját is, aki Ábrahámhegyen egy másik irodát fosztott ki. Nagyon sok nyomot rögzítettünk, amiben bíztunk abban, hogy ezek később majd ugye behozzák az elkövetőt, és az valóban így is volt. Nem tudott elbújni ez az elkövető sem. 2007-et követően ő külföldre menekült, ő egy szlovákiai követő volt. A rendőrök abban bíznak, hogy az utazási iroda rablóját nem kell közel 8 évig keresniük. Mivel a fegyveres rablás kiemelt bűncselekmény, ezért a veszprémi eset felderítésére egy nyomozócsoportot is létrehoztak. Azt remélik, hogy a most nyilvánosságra hozott felvételeken valaki felismeri a támadót, és végre használható nyomra bukkannak.